Regői település lakói, szervezetei minden évben aktív részesei a falunapnak, ahol bemutatkozási lehetőséget is kapnak. A Würceldem Általános Iskola regői tagintézményének diákja is örömmel léptek színpadra, hogy műsorukkal szórakoztassák az érdeklődőket. Próbáljuk úgy összehozni a programjainkat, hogy a lehető legtöbb embert vonzza ide, minél szélesebb kor összetételű embereknek tudjunk programot biztosítani. A fiataloknak, idősek középkorúaknak is vannak különböző programelemei. Itt a pereckalács sütés az egy hagyományőrző tevékenység. A veterángépjármű találkozó, ez egy később csatlakozott a falunapi rendezvényünkhöz. Falunapunk immáron a 24. alkalommal kerül megrendezésre. Minden alkalommal próbálunk egy-egy sztárvendéggel egy kicsit színesebbé tenni a programot, és ezáltal vonzani a környékbeli embereket. A veterán találkozóra jellemző, hogy az egész országból jönnek, illetve határon túlról is érkeznek gépjárművek, úgyhogy igazi nemzetközi rendezvényről beszélhetünk. Folyamatosan nő a rendezvénynek a létszáma is, a terület igénye is. Már lassan ezzel a problémával folyamatosan küzdünk, de megoldjuk ezt is, mint mindent. A helyi termelők bemutatását fontosnak tartja a település önkormányzata, így a rendezvényre kilátogatók a helyben megtermelt, illetve előállított termékekkel is találkozhattak a forgatagban. Próbálunk erre törekedni, ezt tudatosan, szándékosan tesszük. Ilyenkor, amikor nagy tömeg vonzású rendezvényünk van, akkor próbáljuk ezeket a termékeket bemutattatni azokkal, akik ezeket készítik. Az egyik helyi jellegzetességet, a pereckalácsot is megismerhették a fesztivál résztvevői. A helyi asszonyok 110 kg lisztből sütötték a település jellegzetes keltésztáját, amiből körülbelül 1200-1300 darab pereckalács készült el. Régen a lakodalmakba a pereckalácsot szoktak sütni itt Regőbe, ez volt a divat, és mellé fújtott hús. Tehát ez egy évtizedes hagyomány itt a faluban. A Regői Kulturális és Szabadítós Egyesület tagja is sütik, mi elvállaltuk a sütését, és itt a hölgyek. Tehát először dagasztás, ami liszt, élesztő, zsír, tojás és házi tejből, amit felajánlott egy vállalkozó nekünk, ebből sütjük a pereckalácsot. Az önkormányzatnak van egy kemencéje, ami itt kint megtalálható, és akkor itt sütjük a pereckalácsot. Fel kell fűteni a kemencét, és akkor az első sütés, ami 13 tepszivel megy be, az körülbelül 4-5 perc alatt, a következő 13, és a harmadikat azt pontosan nem tudom megmondani. De tehát egy felfűtése 3 sütés megy. 2 éve sütöttünk, ugye a pandémia miatt, 2 éve akkor sütöttünk 120 kiló lisztből. Sokan kérik a receptet igazából, de hát nem tudom, mi egyéni recept alapján csináljuk. Az mindent nem mondunk el azért. A jellegzetes helyi süteményen kívül a veterán járművek is nagy sikert arattak, amelyeket közelebbről is szemügyre lehetett venni a rendezvény alkalmával, és persze a szokásos felvonulás sem maradhatott el. Szabó László kollégámmal szerveztük az idei találkozót. Az elmúlt 10 évnek a találkozóját azt egy Gabriel Zoltán nevű főszervező, ő rendezte, ő kezdeményezte igazából az egészet, de most 2 év kihagyás után úgy döntött, hogy inkább átadja a stafébotot fiatalabb korosztálynak, és úgy gondoltuk, hogy elvállaljuk és megpróbáljuk, belevágunk, hogy csináljuk továbbra is, mert nagy az érdeklődés és nagyra az igény. 2 éveket, 19-ben tartottuk a 10. veterán találkozónkat, aminek nagyon nagy sikere volt a maival együtt. Közben ugye eltelt 2 hosszú év, amikor nem tudtunk semmilyen rendezvényt se szervezni. Az idén volt lehetőségünk, megpróbáltuk, és úgy néz ki, hogy nagyon nagy sikere lett a rendezvénynek. Szerintem rekordot döntöttünk a vendégek szám alapján. Rengeteg személyautó, lassú jármű és motorkerékpár jött hozzánk vendégségbe. Mivel úgy van meghirdetve, hogy veterán gépjármű találkozó, és az abból ered, hogy minimum 30 éves életkornak kell, hogy legyen a járművel. Legtöbbjük bőven meghaladja 30 évet, de valamit csak megközelíti, de az is már egy szép eredmény. Aki veterán járművel érkezik, ő regisztrációs sátornál regisztrál. Az ő létszámuk az körülbelül olyan 138-140, ebbe ugye bent van a traktor, autó, motor, és még ő velük érkezett hozzátartozó családtag, ők olyan 160-170 szeméről beszélünk. Vannak regői tagjaink is, szerintem a legidősebb
Traktorban is van idős, van egy Trabantunk, egy 54 éves Trabantunk, jelenleg is üzemképes, műszaki vizsgával rendelkező jármű. Van egy Hoffer traktorunk, róla nem tudok mit mondani, de ő szerintem még idősebb, ő is egy üzemképes jármű. Szépek a járművek. És ami szép és jó, szemnek tetszetős, az mindenki megnézi, és tetszik mindenkinek. A fák árnyékában helyet kapott veterán járművek mellett feltűntek a múlt használati eszközei is, köztük például számos fűrész, vagy éppen a mezőgazdaságban használt eszközök. A rendezvényre kilátogatók számos kérdést tettek fel a veterán járművek használati eszközök tulajdonosainak, akik még arra is lehetőséget biztosítottak, hogy belülről is jobban szemügyre vegyék az általuk féltve őrzött járműkincseket. A jövő évben is várja az érdeklődőket a Regői Falunap, Perec Kalács Fesztivál és veterán gépjármű találkozó.